Ez itt a Képtár, köszöntöm nézőinket! Használati és dísztárgyak kerámiából. Nem akármilyen kiállítás várja a látogatókat a Zsolnai negyedben. Ezek a cserépkülönlegességek ugyanis mind rózsaszínűek. A következő néhány percben visszautazunk az időben a zsolnai kerámia gyártás kezdeteihez. A rózsaszín kiállítás az egyik állandó tárlat a Zsolnai negyedben. A következő percekben megtudhatjuk, hogyan és miért is készítettek éppen ilyen árnyalatú kerámiákat. Maga a zsolnai történet az nagyjából 1850-es években indul. Idősebb Zsolnai Miklóssal, aki a belvárosban egy üzletember volt, és hamar felismerte, hogy a kerámia tárgyak azok nagyon kelendőek, így ő is szeretett volna belevágni ebben az iparágba, és legidősebb fiát, Zsolnai Ignácot vette rá, hogy tulajdonképpen tanulja ki ezt a fazekas mesterséget, és majd, hogyha ez megtörtént, akkor közösen indítsák el a saját kerámia vállalkozásokat. Ez így is lett, Zsolnai Ignác nem messze Pécstől Magyar Lukafán tanulta ki a fazekas mesterséget, és egy év tanulás után ide visszatértek Pécsre, és a Zsolnai gyár területén megvásárolták egy már működő kis téglagyárnak az épületét, és ott kezdték el gyártani az egyszerű dolgokat, a mázolt vízvezetékcsöveket, cserépedényeket, és már akkor is készítettek rózsaszín zsolnait. Az első, legelső és valószínűleg a legöregebb darab, amit a tálaton látható, az a szőlőfeliratú kis edényke. Ezt, ha minden igaz, még Zsolnai Ignác idejében is lehet elképzelhető az is, hogy Zsolnai Ignác készítette. Tehát a rózsaszín tárgyaknak a különlegessége, hogy egészen a gyár kezdete, tehát az 1850-es évektől kezdve már jelen voltak, és már akkoriban is készültek zsolnai mázzak, azzal készített zsolnai tárgyak, de így az 1880-as évektől lettek egyre népszerűbbek. Már akkoriban is egy népszerű szín volt maga a rózsaszín. Jól mutatott egyrészt a polgári, és ugyanúgy jól mutatott a paraszti lakásokban, illetve hogy lehet látni rajtuk, ezek valóban mind használati tárgyak, tehát ezeket használták is, és a legtöbb tárgy az például a boros kancsó, amit a kiállításon felelhető, de ezek mellett sörös kancsók, sörös korsók, olajos és ecetes kannák, illetve a nagyon különleges dolgok, tehát amit a világon gyártani, tehát kerámiából, azt a zsolnai gyár gyártott is, így akár gyufagyújtók, fogpiszkálótartók, gyerekjátékok is láthatók, és a hagyományos dolgok, a kuglósütők, az ételhordók és egyéb nagyobb tálak, amik szintén megtalálhatók a kiállításon. Különös dísztárgyak is készültek ebben az időszakban, ugyanúgy rózsaszín színben. Van egy hármas vázánk, összefonódott vázánk, aminek a különlegessége, vagy a kis háttértörténete az, hogy ha minden igaz, akkor a hármas váz egy ilyen titkos hármas kapcsolatot is, tehát egy szerelmi háromszöget jelképez. Ez ugyanúgy készült egyébként több más színű mázzal, mint ahogy minden egyéb kerámiatár több színben is elkészült. Csak talán ez a rózsaszín, ez tényleg egy különlegesebb szín volt. Ha tovább megyünk majd, akkor egy egész fürdőszoba részlet is be van rendezve. Ez már inkább a 19. század második fele, de még a fürdési szokások megváltozása előtt kerül bemutatásra. Itt ugye mielőtt még kialakultak volna a fürdőszobák, olyan eszközöket láthatunk, amiket akkoriban használtak mosakodásra és testápolásra. Aztán, hogyha tovább megyünk a következő terembe, akkor pedig egy polgári lakás, egy 19. század vége felé haladó polgári lakásnak a berendezése látható. Jövő héten tovább kalandozunk a rózsaszín zsolnai kerámiák világában. A következő műsorban az is kiderül, milyen érdekességek láthatók a kiállításon, és hogy hogyan is kerültek ide Pécsre. Hogyan aratták régen a búzát? Hogy dolgoztak elődeink a szántóföldeken? Ezt mutatják be immár 13. éve a Mohácsi Polgárok Olvasókörének tagjai. Július 13-án tartották a Baranyai Városban hagyományos aratónapjukat. Idén Horvátország magyarok lakta területeiről is érkeztek vendégek, akik zenei műsort adtak, illetve a munkába is besegítettek.
Lovasok, lovashintók, népviseletbe öltözött emberek a Mohácsi Gőzhajó utcában. Így gyülekeztek a résztvevők, érdeklődők az arató napra, amit a Mohácsi Polgárok Olvasóköre szervezett július 13-ára. Rendőri felvezetéssel indult a zenés menet keresztül a városon. Egy közeli búzatáblát céloztak meg, ahol a gabona növény egy részét lábon hagyták. Mielőtt azonban munkához láttak volna, megáldották a búzát. Uram Istenünk, a teremtés kezdetekor ránk bíztad a földet, és megparancsoltad, hogy hajtsuk uralmunk alá, hisz mindezt nekünk szántad. A föld viszont az első ember bűne óta tövist és bogáncsot terem, ezért fáradtságos munkával kell megszereznünk a mindennapi kenyerünket. Köszönjük a föld termését, és köszönjük, hogy erőt adtál a munkához, miközben hálát adunk a búzánkért, gabonánkért. Kérünk, hogy mindig a te áldásod kísérje életünket, munkánkat, hogy mindazt, ami a mi kötelességünk, becsülettel elvégezzük, és mindig érezzük mellette a te segítő jobbodat. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon ezen búzánkra, gabonánkra és minden gabonánkra. Az olvasókör dalárdája is műsort adott az eseményen. Majd jöhettek az aratók, akik kaszákkal hagyományos módon aratták le a meghagyott búzatáblát. Maga a kaszálás az nem egy olyan egetverő, nehéz munka. Nem csak, hogy nem nehéz, hanem nem is komplikált munka. Inkább a kitartás a lényeg. Tehát mindig úgy kell hozzákezdeni a munkához, hogy azt egész nap kéne bírni, hajnaltól egész nap estig. Amíg nem jön a harmat, addig arattak. És a kaszának megfelelőnek kellett lenni, voltak rövidebb, voltak hosszabb kaszák, attól függ, hogy milyen volt a buza. Hát ez mondjuk egy ilyen 70 centis kasza, ez a hosszabbak közé tartozik. Ezt megfelelőképpen le kellett kezelni, megfelelő szögbe kellett állni, a nyélnek megfelelő hosszúságúnak kellett lenni az arató méretéhez, akkor a kasz, amivel acélból volt, de ilyen szívós acélból, ezért ezt ki kellett verni kalapáccsal, amivel finomították, keményítették az élét, és utána húzták meg a kaszakővel. Annyit tudni kell még róla, hogy a kemény acélú kaszát puha kővel kellett fenni, a puhább kaszát, a hajlékonyabbat meg pontosan keményebb kővel. Átlagosan úgy volt az elfogadott, hogy egy kerek katasztrális oldat levágni. 1604 szögöl. Az kicsivel több, mint fél hektár. Az azért a szép terület. Kaszára szereltek rendfogót, meg az volt a lényege, hogy a buzát egy irányba tettesse, meg egy irányba neki támaszza a buzának, mert ezt az aratásfajtát, ezt mi úgy csináljuk, hogy a buza felé húzzuk. Mert az ember füvet vág, vagy szénát, illetve füvet kaszál, akkor pont ellentétes irányba kell nekiállni a táblának, tehát arra felé, hogy rendet vágjon. Így viszont neki támasztani, hogy könnyebb legyen összeszedni, meg az azének is könnyebb munkája legyen a marokszedőnek. Ezt a munkát a nők végezték. Ők húzták össze a szárakat a sarló segítségével, és kötötték kévébe a növényt. Szép kévékbe rakni, és ha lehetőleg szépbe. De hát most
nem mindig sikerül, attól is függ, hogy áll-e a búza, vagy el van dőlve. Hogyha áll szépen, akkor azért lehet szép kévéket rakni, vagy szedni, vagy rakni. Könnyebb volt a cséplés is annak idején, ha szép kévék. Hogyha szépek voltak a kévék. És mit szép a kéve? Hogy szépen egyformán, egy irányba vannak a kalászok, egyforma a vége, a... Rendesen van megkötve. Hát igen. És szép kazalba van rakva. Vagy szép keresztbe van rakva, attól szép egy kéve. Ezekből aztán ki kellett nyerni a búzaszemeket. Ezt régen a lovak segítségével végezték. Ilyen ledöngölt udvarba körbe rakták, és akkor lovakat vezették körbe rajta. Az volt a nyomtatás. Innen ered a közmondás, hogy nyomtatós lónak nem lehet bekötni a záját, mert ugye, ahogy az ment a ló, az mindig éhes, és akkor mindig lehajolt, az főkapott egy-két ízét, ezt hagyták, mert hát had egyen szegény, és akkor kiverte a szemeket a kalászból, akkor ugye legerebízték róla a szalmát, meg egyebet, és akkor utána az később még szárították, esetleg nedvesebb szemeket, akkor később még úgy kézzel kiézéték, és akkor kirostálták, és meg volt a búza. Én lánykoromban nagy, sokat voltam a cséplőgépen, és fönt a dobon általában, mert sokan nem szerettek a dobra menni fél. Nagyon sütött a nap, ugyebár, és hát meg ott azért, ott is hegy kellett állni, na, ott. Amikor gyorsan adogatták a kévét. Gyorsan adták, akkor gyorsan kellett nekünk is adni, hát, de az etetők mindig olyan megelégedettek voltak, és úgy, én olyan boldog voltam, amikor már jött a nyár, vagy a cséplés, akkor jött a bandagazda, és ugye leánygyűsz velünk, és ez nekem olyan élmény volt, és én úgy szerettem menni is, meg csinálni is szerettem. De most is olyan boldog voltam, hogy fölkért a Laci, hogy legyek a marokszedője, hogy nekem ez nagy boldogság. Az olvasókör már több mint egy évtizede rendezi meg az aratónapot. 13. aratónapunkat rendezzük ebbe az évbe. Ezt valamikor szüleink közösen találtuk ki a szülőkkel. Ők valamikor kézzel arattak. Tehát ők úgy vágták a buzát még a háború előtt, és ők ezt nekünk meg szerették volna mutatni, átadni. Mi ezt már nem csináltuk, a mi időnkben már konybájna arattak. Így kezdődött el. Ővelük csináltuk, sajnos ők már nincs közöttünk, tehát ők sajnos csak az anyukák közül vannak itt egy páran. Az aratás arról szólt, hogy a férfiak azok kaszával vágták a rendet, az asszonyok szedték marokba, utána bekötözték, kévébe rakták őket, és várták, összerakták, várták, amíg megjön a cséplőgép, és kiaratta nekik a szemeket. Fölvettük a kapcsolatot tavaly évben a horvátországi Pélmonostori Magyar Kulturális Egyesülettel. Ők tavaly évben már itt voltak, tavaly évben beálltak ők is szállni, segítettek aratni. Az idén meghívást kaptunk a horvátországi egyesülethez egy kórus találkozóra, ott vettük fel a kapcsolatot a Kórógyi Ady Endre Művelődési Egyesülettel, és elfogadták a meghívásunkat, és a mai napon eljöttek. Meglepetés az, hogy dalárdájukkal jöttek, és adtak nekünk egy külön műsort. Közel 400-an vettek részt a mohácsi aratónapon. A rendezvény este bállal zárult. Bejárással egybekötött kihelyezett stúdióbeszélgetésen mutatták be a kutatók a megtalált Szulejmán türbéjét, illetve a körülötte kialakult zarándokvárost az elmúlt héten stábunknak. A kutatók a feltárás körülményeiről, jelentőségéről beszéltek, de bemutatták a most feltárt maradványokat is. A régészek ebben az évben végeznek a terepen a munkálatokkal. Stúdióbeszélgetésben mutattuk be a Szigetvár melletti Szulejmán ásatás helyszínét júliusban a kutatás vezetőivel, de a turbéki szőlőhegyen talált leleteket is megnézhettük a feltárást vezető régésszel. Ezek a tárgyi leletek kerültek elő többek között Szulejmán elveszett zarándokvárosának kiásásakor. Itt az asztalon az idei ásatási szezon néhány leletét válogattuk csak ki, annak érdekében, hogy meg lehessen tekinteni. Számtalan lelet került egyébként elő, hát egy körülbelül 20 ládányi lelet, körülbelül hát egy ilyen 10 000 darabszámú kerámia töredék, állatcsontok, vastárgyak, rézeszközök.
Amiket ide az asztalra kiraktunk, azok egy része a kerámiák közül kerültek elő. Például, mindjárt kezdeném az elsővel, ez egy nagyon szép bolgári típusú mázas korsó, ugye szalagfülen rendelkezett, kiöntő cső volt ezen a részén, és azért is nagyon érdekes, mert feliratok figyelhetők meg rajta. Száhibi Hüsszein van például ide írva, ami azt jelenti, hogy Hüsszein a tulajdonosa ennek a korsónak. Látom itt ez a puskacson díszítőveret, ez nagyon szép, de itt ezek közül melyik a legkülönlegesebb, legértékesebb? Hát én is mindjárt ehhez nyúltam volna, hogyha választani lehet, hiszen tényleg nagyon szép megmunkált példány. Csinkapuskákon való díszítményként sikerült meghatározni. Nem ez az egyetlen egyébként, amit előkerült, hanem még egy hosszabb, kevésbé díszített példányt is találtunk. Az egyik legkisebb tárgyunk a legérdekesebb, a kolostor területéről, a muszlim dervis kolostor területéről került elő. Számunkra azért fontos, mert egy muszlim imafüzérhez, azaz teszpichhez tartozik, amelyet a dervisek használtak előszeretettel, mégpedig amikor Allah nevét vagy jelzőit mormogatták magukban, akkor úgy, mint ahogy a katolikusok is a rózsafüzért, ezeket a gyöngyöket is pergették maguk előtt. De hogy pontosan miről is van szó, és milyen környezetből kerültek elő a tárgyak, azt ez a kép mutatja meg. Így nézhetett ki a türbe és a köré épült város. Ez a türbe, aminek ólom volt a teteje. Ez a dzsámi, ugye a déli oldalán volt a minaret. Ez a dervis kolostor, az elalak. És ugye ez az a vendégház, itt ennek a szélét látjátok csak, aminek a falait fölvettétek az ásatásnál. És még amit nem tudom, az Erika gondolom elvitt benneteket ide föl, ugye itt van ez a bizonyos kaszárnya, alak, ugye ez látszik itt. A türbe Szulajmán síremléke körülötte alakult ki a városka, többek között a kolostorral, illetve a zarándokok fogadására vendégházzal, kaszárnyával később, hogy leruhassák kegyeletüket a szultán emlékhelyén a török utazók. De a feltárt helyszínt is láthattuk. Az idei szezonban több helyszínen is kutatást végeztünk, ez most a Halveti Dervis kolostornak a nyugati, illetve a déli szárnya, ahol járunk. A kolostornak az északi szárnya, az ott, ahol azok a szőlősorok végződnek, ott volt található. Azt ástunk ki 2016-ban. 2017-ben folytattuk a feltárásokat, és a nyugati szárny következett, ott a másik szőlősor mellett futott, és annak az utolsó helyiségét lehet itt látni. Ennek a helyiségnek nem csak, hogy alapfalai maradtak meg, hanem felmenő falrészlete is, ami viszont ott azon a területen figyelhető meg. Azt is tudjuk, hogy az 1664-es leégést követően újjáépült a kolostor, és kiegészült még egy déli szárnyal. A déli szárnyat lehet itt megfigyelni. A déli fal ugye így húzódik, az északi fal, amely a déli fal a párhuza, most pedig ott, ahol a fát látják. Osztófalak nyomaira is sikerült rábukkanni a feltárás folyamán. Az egyik mindjárt itt a meghagyott tanúfalunk mellett volt megfigyelhető. Ott annak az északi csonkját szépen ki tudtuk bontani. Itt szépen folytatódnak a falak. Itt ismét volt egy osztófal, tehát azért lehet látni, hogy itt is szűkebb helyiségekkel lehet számolni. Tehát egy-egy család egy-egy vendég számára biztosítottak itt megfelelő szálláshelyet. Ami pedig a külső járószintet illeti, azt is sikerült megfogni, megtaláltuk a habarcsos alapját, amelybe téglákat raktak. Kíváncsiak voltunk a türbére is, de jelenleg nem tudjuk bemutatni. Itt állunk Nagy Szulajmán szimbolikus türbőjénél, illetve azoknál romoknál, amelyek a türbéhez tartoztak. Itt ezen a területen volt 2015-ben az a feltárás, amelynek során ezt a négyzetes épületet feltártuk. Ugye Mekka felé volt tájolva, délkelet irányban, és északnyugat irányban volt a bejárata, tehát a fák felől közelítették meg. A türbe egyébként egy ilyen 7x7 méteres alapterülettel rendelkezett, nem volt nagy méretű épület, de impozánsan ki volt alakítva. Tőle északnyugatra egy szintén hasonló, egy picit nagyobb, kétszer akkora épület, egy 11x11 méteres nagyságú dzsámi épület volt megfigyelhető, amelyet ugye a már említett és bemutatott kolostor övezett. A türbe maradványait úgy, ahogy a dzsámi és a kolostor egyes maradványait is vissza kellett temetnünk még a tél beállta előtt azért, hogy ne tegyen az aprózódás kárt a maradványokban. Mindenképpen meg kell őriznünk az utókor számára, hiszen itt majd egy szabadtéri emlékparkot szeretnének kialakítani.
a szakemberek, és fontos, hogy ezek az emlékek megőrződjenek. A régészeti munka befejezése után 2020-ban kerül a kormány elé az a dokumentum, ami bemutatja, mit találtak a turbéki szőlőhegyen, mi a jelentősége és hogyan kellene ezt bemutatni az utókornak. Ezután kezdődhet a látogatóhely tervezése. Szulajmán iránt világszerte nagy az érdeklődés, így valószínűleg népszerű zarándokhely lesz a sírkomplexum. A nyári esték színház rajongói egy kellemes vígjátékot élvezhettek az idei pécsi nyári színház produkciók sorában. Iváncsics Ilona és színtársai a Molnár Ferenc által írt Olimpia című vígjátékot adták elő Pécsett a Káptalan kertben. A két részes klasszikus darab a szerző legmévesebb, legízesebb, intrikával és huncutsága teli vígjátéka. Olimpia fiatalkora ellenére özvegyasszony. A szeretet és a szerelem vágya él benne. Molnár hideg, rideg szépségnek festi le Olimpiát a darabban, akinek azért megdobogtatja szívét a történetben megérkező huszártiszt. Kovács kapitány szövevényessé teszi a cselekményt és kettejük életét is. A kimért, nyugodt állóvízbe belecsöppen a nagy szenvedély, szerelem, mely különleges viszonyt alakít ki közöttük is. A történet 1913-ban játszódik Ferenc József császár születésnapján egy osztrák fürdővároskában. Olimpiát Pánics Lilla egy igazi 21. századi fiatal színésznő alakítja. Vajon az ő számára milyen érzés egy ilyen régi korba visszamenni és a történet hősnőjét eljátszani? Nagyon jó megfürdetni a lelkünket ebbe a korhű történetbe. Somogyi Szilárd a rendező picit alakított ezen a játék stílusában, látszik a darabban, hogy picit frissítette, modernizálta, de éppen annyira, amennyi még belefér, és megmaradt ez a csodálatos előkelő 1900-as évekbeli hangulat, és hát fantasztikus élmény játszani, nagyon, nagyon gyönyörű darab, és a nyelvezetétől kezdve a humorán át, hát egy igazi vérbeli Molnár Ferenc darab, nagyon szeretjük. Idegesek vagytok, mert sok az ellenségetek, de ezt a ti családotoknak nagy sikere hozza magával. Na, jó, mi ettigenek, mind idegesek vagyunk. Szünet! Jó, van egy indítványom. Nézd, most magad, csend. Tartsatok rövid szünetet ebben a párbajban, jó? Engem úgy kifárasztott ez az estét. Látni rajtad. Engem igenis fáraszt, az idegeimet fárasztja ez a keveredés a néppel. A nép nem az én esetem. Fárasztó. Jaj, milyen fárasztó. Jó ez a kis zúg, valóságos menedék. Sokáig néztem ezt a leányodat, sem. Soha nem volt ilyen szép. Ez a két hét jót tett. Olimpia édesanyját, Eugénia hercegnőt Iváncsics Ilona játsza. Azt mondja, ez egy nagyon komoly főszerep. Az elején nem akart erre vállalkozni, inkább a háttérben szeretett volna segíteni. Aztán Somogyi Szilárd rendező, a Budapesti Operettszínház rendezője beszélte rá. Ő vele már korábban dolgozott együtt. Iváncsics egy friss, fiatalos, lendületes produkciót akart kihozni ebből a Molnár Ferenc klasszikus darabból, természetesen megőrizve azt, amiről szól az eredeti történet. Nagyon-nagyon jó szerep. Nagy Gábor játssza ugye a férjemet. Gábor is soproni színházban együtt dolgoztunk például. Őnek is nagyon örültem, mert először játszik nálunk a színházban. És hát ez a hölgy ugye az elejétől a végéig itt a osztrák fürdőhelyen, itt történnek olyan dolgok, mivel megjelenik ez a bizonyos huszárkapitány, aki szerelembe esik a lányommal, és aztán kiderül, hogy lehet, hogy ő nem is huszárkapitány, hanem egy csalósz, tehát itt azért a látszatot fent kell tartani, mert hát azért ez egy olyan előkelő család, és egészen a Ferenc József császár hadsegédje a férjem, tehát itt azért nagyon izgalmas az, hogy mi folyik a
színfalak mögött, és mit lehet mutatni, és mit nem szabad. Tehát azért nem szabad, hogy kiderüljön az, hogy egy huszárkapitány, aki lehet, hogy csaló, összeszűrte a levet a lányommal. Tehát itt azért, és ez a hölgy, ez az Ettingen hercegné nagyon izgalmasan és érdekesen szövi a szálakat, és nagyon-nagyon jó a szerep, tehát örülök neki, hogy vállalkoztunk erre, és különösen örülök annak, hogy Molnár Ferencet játszunk először, játszó ezt a színházunk. Különben annak idején ugye játszottam a Pál utcai fiúkban, mint Nemecsek, és a játékkastélyban is csináltam, meg hát a tanáraim is, vagy akár a Horváth Ádám, ugye sajnos már nincs köztünk, Molnár Ferenc unoka, vagy pedig Martól László, aki szintén a Molnár család leszármazottja, tehát én nagyon-nagyon szerettem Molnár Ferencet főiskolán is, úgyhogy hát ő egy remek, mindent tudott a színpadról. És hát bízom benne, hogy itt a pécsi közönség is elégedett lesz az előadásunkkal, és remélem, hogy ma este jól fognak szórakozni. Mi az, hogy mindenen? Te hallgatsz meg? Albert int, hogy beszéljen, amit akar. Ma délután a kapitány a díjlovaglásról első díjat. Teljes joggal. Hát nekem nem érdekel. A lovasság lovagon jól. Ez a kötelesség. De ha a vállán dupla szalag lobogott, az Ettingen színek piros és kék, fejtiszte kérlek kokettériában. És az a tisztelés a végén, amikor a díjat átvette, az a bad oda galopírozás Olivia vállójához. Az a roham szinte szimbolikus. Ez a történet mára bejárta a félvilágot. Budapest, Bécs, Párizs, Berlin, Madrid, Oszló, London, New York, Mexico City, Buenos Aires és Sydney után most Pécsre is elérkezett. A görög istennőt elhoztam. És a másik? Nem volt körülötte. Csodálkozott. Megbíztuk azt a francia nagykövetet, hogy keresse meg és küldje őt ide. Már érte is ment. Alberthez! Albert, rendeltél asztalt? Ó, igen, az olvasóteremben fogunk játszani. Ott egyedül leszünk. Lina szólni akar. Tudom. Én félek lóra ülni. Már hallottam, köszönöm. Jó ez a kis csend. Ez a kis nyugalom. Ugye, lányom? Fellélegzem. Most megy erre a polgári elem egy része. Végre. A képtárat látták, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!